Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogyan érzi magát? És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de én biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek, tehát nem véletlen az, hogy pontosan most ezt a felvételt megtekinted, hiszen valami szól hozzád is. De megvan arra is a lehetőség, hogy kérj egy személyes jóslást álnéven. Erről készítek egy videót, megjelenik a másik csatornámon, és ha elkészült a felvétel, akkor e-mailen keresztül megkapod a linket a videóhoz. Tehát ez a három kérdőjeles jóslás megrendelhető, vagy egy másik jóslás, ezt rád bízom. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés így hangzott. Mi az ő terve? Itt megjelennek az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát eltávolítanak valamit. El tudnak távolítani bizonyos gondolatokat vagy terveket. Így akkor megváltozik majd az ő véleménye. De eltávolíthat például téged is, és akkor ezt ő foglalkoztatja, hiszen fél attól, hogy elveszít téged. Persze lehetnek félelmek, hogy elveszíti a munkáját, vagy lesz kiadás, és gondol az anyagiakra, de ez a kép kivált félelmeket, amikor veszteségről van szó. Az egyetlen, ami jót jelenthet ennél a kártyánál, ha az egerek eltávolítják a negatív gondolatokat vagy terveket. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát? Nem túl jól, hiszen minden olyan felhős, beborult, nem lát át a dolgokon, nem tudja hogyan tovább. Ez a kártya utalhat az időre is, mégpedig fél évet jelent. Lehet, hogy ő visszagondol arra, hogy mi történt nála fél évvel ezelőtt, és itt vannak a veszteségek, ami foglalkoztatja őt a gondolataiban is. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt a halak jelenthetik az anyagiakat, tehát ő beszámol arról, hogy itt voltak kiadások, fél az anyagiak miatt, hogy lesz veszteség, fél attól, hogy elveszíti a munkáját, mert a munkahelyen is minden olyan átláthatatlannak tűnik. Persze a halak jelentik a belső értékeket is, hogy így közeledik hozzád, és kifejezi azt, hogy te értékes vagy számára. Az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Hát itt van a nagy szerencse, tehát szerencséje van, hogy ott állsz mellette, vagy lehet, hogy megkapod az elismerést, és neked is szerencsés lesz egy szerencsés fordulat. Azon kívül ez a kártya jelenti azt, hogy ti boldogok vagytok együtt. És ez volt a jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!